Az ország egyik legkorszerűbb berendezése Németországból érkezett Kaposvárra. Hazánkban először cseréltek mágneses rezonanciával vizsgáló gépet. A régi 8 év alatt 56 ezer embert vizsgált meg, az új pedig egy hét múlva áll munkába. Csoda történt, három minisztérium és az önkormányzatok összeadták a 280 millió forintot, a nyugati cég leszállította időre a berendezést. A műszer méreteire jellemző, hogy behelyezéséhez ki kellett bontani a diagnosztikai központ falát. Ma cseppfolyós héliummal töltötték fel a 7 tonnás mágnest, amelyben 28 kilométernyi részdrog található. A berendezés sokkal pontosabb, gyorsabb vizsgálati lehetőségeket tesz lehetővé, és nem csak a Kaposvár és Somogy megye lakosságát, hanem országos szinte is tovább fogja szolgálni. Az elképzelések szerint az állatkísérleti munka is felgyorsulhat, és a kettős hasznosítás mellett az oktatásban is szerepet kaphat az új gép.